A közgyűlés testülete több napi rendi pontot tárgyalt pénteken reggel, egy szimbolikus döntést is hoztak a tagok. Esztergom és Baja megyei jogú városokká válásáról van a parlament előtt egy törvényjavaslat. Egy nyilatkozattal egyhangulag ezt a törekvést támogatja Székesfehérvár közgyűlése. Néhány hónappal ezelőtt egy kisgyermek iskolai tortázást követően anafilaxiás rohamban meghalt. Az ilyen tragikus esetek elkerülésére Gyula példáját látva Székesfehérvár is az EpiPen injekciók beszerzése mellett döntött az oktatási nevelési intézmények számára. Most eznek a beszerzésével kapcsolatos döntéseket hozta meg a testület. Az elmúlt hetekben a szakembereink az előkészítő munkát elvégezték. Ennek megfelelően nem csak az iskolák és az óvodák, hanem a bölcsödék is bekerültek a programban. Ez egy novum ebben a tárgykörben, illetve, és az is nagyon fontos, az oktatás megszervezése is megkezdődött, ez pedig a mentőszolgálat szervezésében, szakmai szervezésében és nyilván az önkormányzati intézmények lebonyolításában fog megtörténni. A napi rendi pontok között háziorvosi praxisokról is döntött a közgyűlés. Három gyermek háziorvosi praxis betöltetlen marad, mert nem pályáznak rá. A jövőben együtt kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tudjuk vonzóbbá tenni ezeket a praxisokat, mert egyrészt ilyenkor mások veszik át kiegészítésként pluszban ezt a feladatot, de ez egyrészt túlterheli az ottani házi gyermekorvosi rendelőket, másrészt pedig a hozzájutás lehetősége csökken, nehezebb, többet kell várni, sorbálni a gyermekházi orvosi ellátásra. Molnár Tamás, a Fidesz frakció vezetője a rendkívüli ülést gyors és operatív közgyűlésnek értékelte. Példaértékű, hogy kampányidőszakban egy nagyváros életében szerintem ritka ez, és Magyarországon most nem biztos, hogy mindenhol ezt el lehet mondani. Én köszönöm szépen minden képviselőtársamnak, hogy tényleg Székesfehérvár ügyére koncentrálva operatív, konstruktív munkát tudunk végezni, és azt is nagyon szépen köszönöm, bár nem a mai közgyűléshez kapcsolódik, hanem hogy a tegnapi este folyamán az összes képviselő és az összes frakció együtt tudott megemlékezni az Ukrajnában történt háború már elszenvedőire. A rendkívüli ülésen többek között döntés született az iskola felújítási program folytatásáról is. 5 általános iskolánál indítottak el a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A programon belül 15 iskola vizes blokját, szociális blokjait újítja fel a város.